Sziasztok! Komáromi Barnabás vagyok, és próbálom nektek megfogalmazni, hogy miért jó ez a féltéglányi izé, és nehéz elsőre és másodszorra is, mert nem minden tekintetben jó. Viszont van olyan zenei műfaj, amiben nagyon jó. Mi is ez? Elmondjuk nektek rögtön, hogy miért olyan különleges termék. A Soundcast VG1. Nagy csodára ne számítsatok, ez is ugyanúgy egy Bluetooth hangrendszer, mint a többi, és ilyen kis masszív, gumírozott, strapabírónak tűnő műanyagházzal rendelkezik. Ráadásul, hogy nem csak vonalszintű be, hanem kimenettel is rendelkezik. Hoppá, és micro USB-vel lehet tölteni. Azon kívül találunk rajta 4 darab gombot, amiket iszonyatosan nehéz benyomni, főleg a kibekapcsoló, meg a telefonálás, zene, lejátszás, megállítás gombot. Bocsánat. Hoppá. És én voltam a béna, elismerem. Szóval, van benne 2 darab fém teljes sávú hangszoró, és hátul pedig egy úgynevezett passzív passzus radiátor. És technikai oldalról nagyjából ennyi. Jó hír, hogy úszik a vízen. Ami az akusztikai tulajdonságokat illeti, nos, ilyen téren több mint valószínű, hogy megosztó termék lesz a VG1. Azért mondom azt, hogy lesz, mert nem régóta érhető még csak el a Soundcast Magyarországon. És fogjuk tesztelni a többi Soundcast terméket is, de a VG1-nél azt érzékeltük, hogy nem minden zenével szól jól. Akusztikus műfajokkal például keveseltük a magas hangokat, túl fedett volt, hiányzott egy csomó részlet, és viszont utána kipróbáltuk, edzéshez magunkkal vittük, és Foo Fighters-t elindítottuk, és hirtelen a dob az annyira magabiztosan, dögösen jelent meg így a semmiből, hogy jó, edzéshez tök jó volt, egy ilyen nagyon magabiztos, nagyon dinamikus hangot produkált, úgyhogy ilyen rockosabb, dinamikusabb, elektronikus műfajoknál az erő győzelmet fog aratni a finomkodás felett. Úgyhogy vannak olyan Bluetooth hangrendszerek, amiknek van egy saját, mindennek megfelelni próbáló karaktere, vannak olyanok, amik túl finomkodóak, cserébe mondjuk a basszusban gyengik, ez pedig hangerőben és basszusban, dögösségben a legjobb, az összes többiben viszont gyenge. Tehát ezeket kell mérlegre tenni, mielőtt valaki elköltené rá a pénzt. Úgyhogy egyértelműen nem is tudjuk ajánlani, valakinek ez a karakter vagy megtetszik, mert ilyen zenéket hallgat, vagy nem. Egy újabb színes opció színesíti tehát a hazai kínálatot. Hogyha ti már meghallgattátok és van róla kialakult véleményetek, akkor ne féljetek ideírni komment formában. Hogyha pedig szeretnétek a jövőben értesülni még érdekesebb újdonságokról, audio cuccokról, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, és kövessetek minket Facebookon. Sziasztok!